Sziasztok fiúk, lányok, én Manó vagyok, és ismét egy Rimworld videóval érkeztem, amit onnan folytatunk, ahol az előző abba maradt. Azaz, ha emlékeztek rá, hogy mi történt legutóbb, de hogyha nem, akkor elmondom. Grimesot majdnem elrabolták, Rea csatlakozott hozzánk, és ráadásul hát össze-vissza harabdálta egy megvadó tengeri malac, szóval... Hú, az előző rész, az durva volt. Úgyhogy a feladat most az lenne, hogy normalizáljuk a helyzetet. Illetve be kéne fejezni a konyhát, meg megcsinálni hozzá a nagy élelmiszerraktárat. Tehát innen át akarom költöztetni az élelmiszerraktárt ide. Lehetőleg akkorát kellene megcsinálni, hogy az elegendő legyen a társaságnak, és viszonylag védett helyen legyen, látjátok, mert akkor, hogyha az ott lesz, itt visszavonok mindent, ezek nem kellenek. Mert akkor így védve van. Így védve van mindentől. Itt van ugye a rejtekút, ami jó lehet menekülésre esetleg. Illetve akkor itt lesz a fagyasztó. Jó, tehát a mai feladat, hogy ássuk ki tovább a helyet a fagyasztónak, illetve hogy a konyhát áthelyezzük ide. Úgyhogy innen is nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki valamilyen formában ötletekkel, javaslatokkal lát el. Úgyhogy köszönöm. Na nézzük. Ó, Rea már be is feküdt az új ágyába. Na nézz, örül, oké? Lenyűgöző étkező, alacsony elvárások, rendkívüli kényelem, finomat evett, jó. Mert ő csak ocsmány. Ú, szegény. Viszont a gondozást, a művészetet. Nézzük, hogy mit lehet neki átvenni a vadász. Jó, nem baj, egy kettes vadász lehet. Az állattartást azt teljesen átveheti. A felügyelőséget is átveheti, teljes egészében. Illetve a művészeti dolgokat is teljesen átveheti. Oké. Ezzel szemben... Rakodó és takarító is lehet. Jó. Van még valami, amihez esetleg ért? Nem ért hozzá. Varráshoz se, a kovácsoláshoz se. A bányászat az mehet, esetleg. Gray az egyáltalán ne. Jó. Építést azt... Hát egy jó, azért egy négyes építésre rámehetünk. Főzést szerintem kihagyhatjuk, mert Lady azt nagyon ellátja. Letti 5-ös, 3-as. Ő ne főzzön. Hát igazából egy 4-es főzés, ha minden kötél szakad, akkor lehet, illetve... Jó. Jó, szerintem így jó lesz. Ami ki van kapcsolva, azzal ne is foglalkozzon, mert ahhoz nem ért. De a többihez igen. Oké, mehetünk is. Jó. Grimes, te hogy vagy? Hogy érzed magad? Nagyon éhes. És hol vagy? Itt vagy. Grimes, hányos a főzésed? 3-as. Hát, ja, hogy nem tudsz főzni. Akkor Ladynek kéne nekiállni a főzni nagy hévvel. Hát hajrá, mert éhes a nép. Kére, a pedig már rögtön, csinálja a dolgát, nagyon jó. Oké, Grimes, gyere is, egyél. Jó, megy az állatokat intézni, de jó. Na, megvan az állatunk. Nem, az állattartónk, bocsánat. Hát állatunk is igazából.
Rea evangélikus, teljesen felépült, nagyon jó. Ennek örülök, hogy felépült, mert neki lesz dolga. Na, ha szociális, akkor ő fog alkudozni. A művészet, ő műtárgyak. Ő lesz a kőfaragónk, én úgy érzem. Ő lesz a kőfaragónk, úgyhogy nagy szobrokat álljál neki szépen ilyen 5 darabot. Illetve a márvány tömböket pedig... Nem, már megint rosszat nyomtam. Így, né? És akkor a kőfaragást pedig kire akartam hagyni? Nem, mondjuk 8-as kézművessége van Lédinek. Letti mit csinál? Letti is 10-es művész, azt a rohadt. Nem baj. Jó, Gray csinálja ezt, oké, ez teljesen rendben van. És őnek is 9-es a művészete. 5-ös az építészete, ez érdekes. Na jó, szükségem lesz egy nem sörétes, egy vadászpuskára. Tehát mindenképpen vadászpuskát kell majd. Lettikém drága, a feladatod a következő lenne. Művészet, főzés. Jó, egy főzést nem tudsz, mi? Akkor egy takarítást dobjál össze, légy szíves, mert nagyon csúva itt minden. Úgyni. Nagyon jó vagy, nagyon jó vagy. És Reánál eszik. Hát ez teljesen tiszta sor. Oké. Na, akkor Grimes, szedd össze magad. Hogy állsz, milyen állapotban vagy? Meg vagy nagyjából. Ugye visszafekszik úgyis, igen. Hát ő még nincsen túl jó állapotban. Kinek a legjobb a bányászata? Az egy egyes bányászat, az elég rosszul hangzik. Ez egy semmilyen bányászat. Reálnak milyen a bányászata? Hát egy 3-as. Jó, hát figyelj, akkor jössz palát bányászni. Lady bányászatta, hogy állsz? 4-es, úgyhogy te is neki állsz bányászni. Jó, hát akkor ez lesz a feladat. Mindenki neki áll bányászni. Grimesnak kéne egyébként bányászni, mert neki 5-ös, de ez már csak egy ilyen dolog. Na, hogy állunk? Csinálni kell a helyét a fagyasztónak, szóval ez mindenképpen kell. Jó, és át lesz helyezve. Oké, ide. Ennyi hőszomlás veszély. Ó, jó, Grimes, mindjárt. Mindjárt éhes vagy, mehetsz. Jó. Oké. Megcsináljuk, hogy mindenhol legyen mindenféle lámpa. Szörnyű hálószoba. Egy mentőkabin! Na! Közelben lezuhant egy mentőkabin. Benne Feu, aki egy tanácsadó. Ha tud is éltes, súlyosan meg lesz sérülve. Feu egy ellenséges frakció tagja. Az Atinisztán koalíció. Ha elfogadod... Besorozhatod, vagy rabszolgáddá teheted. Na nézzük. Feu a tanácsadó. Az egészsége 5 óra múlva halott. Az jó, hogy konyhai munkára és erőszakra képten. Az annyira nem érdekel. A 12-es szociális az még pszichotikusan érzékeny. Aha. Hát figyeljetek.
Mennyire van messze? Nem biztos, hogy beérünk vele. Nem biztos, hogy beérünk vele. Jó, a Gray szobáját nevez... Nem Gray szobáját kéne kinevezni. Letty szobáját kinevezzük most. Igen, tudom. És Lettynek kell egy új szoba. Úgyhogy... Butorzat, kell neki egy ágy. Úgyhogy Lettykén most fogsz kapni ide egy... Oké, Gray, te fogsz érte elmenni. Hol volt? Valahol. Valahol errefelé láttam. Itt van. Úgyhogy fogd el őt, jó? Bár gondolkoztam rajta, hogy mi lenne, hogyha... Lettikém? Na, mi lenne, hogyha nem a padlón aludnál? Csak kérdezem. Súlyos betegség. Jó. Nézzük ki, hogy áll a gyógyítás. Az teljesen jó. Vedd előre az, ellátását. 2 óra múlva halott. Az remek. Gyerünk, siess. Igen. Igen. Gyerünk, él túl. Jó, túlélte. Oké, rendben vagyunk. Fogolj. Ellenállás megtörése lesz a feladat. Oké, és ez pedig lesz Lettynek az ágya egyenlőre. Hát szegény Lettykém, ne haragudjál. Így, ez most a hirtelen jött helyed, jó? Kellett egy szoba, ami viszonylag értelmesen néz ki. Jó. A foglyoknak a helységét ide kéne hátulra tenni. Tehát kellene nekem egy... Vagy nem is, inkább ide előre, ide. Ide kellene több szobát készítenünk. Hú, ez nem lesz egyszerű, gyerekek. Jó, szóval a... Mi történt? Fertőzés. Feó fertőzést kapott. Győződj meg róla, hogy megfelelő ellátást kap, és annyi időt tölt ágyban, amennyit lehet. Hát igen, hogy állunk a fertőzéssel. Ennyi a fertőzése. Jó, Lady, lásd el a fertőzését, légy szíves. Nem, hát fenntartva Grimesnak, akkor Grimes intézi, jó. Oké. Tudjátok mit? Van egy ötletem, engedjétek el. Jó, tud járni? Vajon? Most le van lassulva, de... Vagy. Amint egy picit jobban van, elengedjük. Tehát amint tud járni, mehet is Isten hírével. Ez lesz. Nem, nincsen rá szükségünk. Nincs rá szükségünk, hogy itt legyen közben. Közben a legtöbb sújtócsapda rendben lett. Jó. Oké, ez ki van adva. Ezt a részt kellene majd még megcsinálnunk, hogy... Valahogy így. Így. Oké. Aha, ott azt nem tudom megcsinálni, csak esetleg a külsőt. De azt megcsinálhatjuk így. Ez így nem jó. Oké. Na, ilyen zsilipkapu rendszer. Grimes, hogy vagy? Nagyjából. Te hogy vagy? Fertőzés enyhe, 20... Jó, az immunitása az rendben van. Tehát igazából...
Azt kéne tudnom, hogy hogy vagyunk a koalícióval. Hatvannyolc. A francokat mínusz 100... Mi? Ellenséges mínusz 68. És van egy enyhe összeomlás veszélyünk. Lettinek. Letti, te mit csinálsz? Ó, mész a pemikánér. Nagyon jól teszed. Oké, a kajával, mintha gondok lennének, én úgy érzem, hogy a kajával gondjaink vannak. Jól gondolom én azt? Jól gondolom én azt. Oké. Itt ez. Lady. Tűz. Készítsd a kaját, készítsd a kaját, minden áron kell a kaja. Azzal nem állunk jól. Fú, annyi feladat van, hogy nem tudom, hogy hova kapjam a fejem. Oké, azt csináld meg. És eljutottunk odáig, hogy kicsi a raktár. Folyat tanácsadó már tud járni. Nagyon jó. Akkor Gray, a feladat nagyon egyszerű. Kiengedés. Ennyi, gyerekek. Ez volt a legjobb döntés, higgyétek el. Letty visszakapja a szobáját. Gyere szépen. Ez pedig... egy normál ágy. Jó, Lettyként mehetsz is a helyedre. Vissza. Nagyon jó. Figyeljetek, azért mindenféle béna karaktert nem akarok a csapatba. Nagyon jó, mínusz 56. Oké. Rea, hogy állsz? Társaságban pihen, de jól teszed. Akkor takaríthatnál is egy kicsit. Na, ezért lesz jó, Rea. Csinálja majd a különböző dolgokat, Lettykém. Egy kis takarítást ajánlok neked is így figyelmedbe. Nem, még mindig van. Úristen, mennyi takarítani való van. Csak a kaja. Lady, mit csinál? A Lady ment tejér, ahogy nézem. Úgy jöhet a kaja, jöhet a kaja. Te pedig itt nyomhatod a... ez egy jó szobor. Jó, normál. Hát, már jöhet is ide a szobor a szobádba. Jó, még egy kis pemikán itt ott van, de semmi baj nincsen. Grimes, te hogy állsz? Most már kezdesz jól lenni, jól van. Éhínség, ki éhezik? Grimes. Hát Grimes, menj enni. Lady, mit csinál? Lady hordja a tejet. Jó, Rea mit csinál? Ő is hordja a tejet. Állj meg. Ja, ez az. Nagyon jó. Oké, és akkor lehet a... takarítást is előtérbe helyezni. Mindenképpen kell nekem egy karakter, aki takarít, mert ez nagyon, nagyon nagy épület és nagyon dzsuva. Hmm.
Oké. Mert gondolkoztam egyébként rajta, hogy ez a fal itt minek, de összességébe kell. Összességébe kell. Illetve kell az is, hogy egy kicsit bányásszon Grimes, mert nincsen fémünk. Nem állunk jól fémmel. Azzal nem állunk jól. De mit gondoltok ti? Még mindig várom a hozzászólásaitokat a játékkal kapcsolatban, és nagyon remélem, hogy még mindig tetszik nektek ez a sorozat. Én végtelenül élvezem, főleg azért, mert melege van. Miért van meleged? Itt 30 fok van. Az tényleg meleg. Akárhogyan nézzük, az meleg. Tehát remélem, hogy élvezitek a sorozatot, mert én nagyon, és nem gondoltam volna, hogy idáig elfog. Idáig menni fog. Általában pár nap alatt meg szokott murdálni a karakter, de ne is törődjetek semmivel. A lényeg az, hogy még életben van, és most már életben vannak, mondhatjuk így, mert ugye az előző nagy támadásnál majdnem elrabolták Grimes-ot. Elkészült a síkképernyős tévé. Megállunk. És van egy nagyon fontos dolog, amit nagyon ki kell fejlesztenem. Már múltkor akartam, de most meg lesz. A kórházi ágy. Így van. És kell nekünk egy síkképernyős tévé. Csináljunk egy síkképernyős tévét. Tudunk csinálni? Hát itt nem. És itt? De nem, az a baj, tudjátok, hogy nem tudom, hogy hol lehet a síkképernyős tévét készíteni, de rá fogok jönni. Hát itt nem hinném. Oké, nézzük. Én még sosem csináltam síkképernyős tévét, ezt így jelzem felétek. Sose. Nem. Általában meg szokott halni addigra a karakterem. Na, van itt egy gépasztal, oké, az megvan. Kovács, oké, megvan. Az nem az. A szobrászt nem. Oké, hát nézzünk már utána, mert nekem kell az a síkképernyős tévé. Szórakozás. Ott az LCD tévé. Ja, 16 alkatrész kell hozzá. Aha, értelek. Tetszik, amit mondasz, ja nem? Hogy áll Grimes? Köszöni szépen, jól van. Akkor Grimes, kérlek. Kérlek, keresd meg itt a helyedet a... Nagyon jó. Grimes már jön is és bányászik. Gray pedig egy takarítási műveletet hajt végre. És hogyha mindez megvan, akkor egy kicsit kihívjuk, hogy ezeket csinálja, mert... Mert szükség van rá. Szükség van rá, hogy legalább ezt megcsinálja itt végig. Sőt, szerintem itt is kellene. Meg itt is. Én tartok tőle, hogy lesz egy hasonló betörés. És az nem lenne jó. Nem lenne jó. Kicsit gyorsítunk az időn. Szükségünk van az alkatrészekre is, szükségünk van a fémre is, hogy állsz szükségben. Aha, így kezdesz éhes lenni. Értem én. Jó. Lady, te mit csinálsz a szabad kérdés? Vadászpuskát gyárt. Örülök neki, de mi lenne, ha inkább főznél? Nincs elég alapanyag. Mi hiányzik? Tej. Miben, hogy a tej hiányzik? Semmi baj nincsen. Egyszerű ételből csinálhatsz így ennyit. És Lady, már nyomhatod is. Az a legfontosabb. Nagyon jó. Nincs üres hely a... Tele van a raktárunk. Úha. Jó. Tehát ez lesz majd kibontva, és itt lesz ez a raktár is. Így egybe. Egybe lesz az egész raktár, és bőven lesz raktár területünk akkor. Jó. Figyeljetek, kell a kaja. Kell a kaja, hadd menjen. Enyhe összeomlás veszély. Jó, tudom mindjárt. Oké. Jó, hordhatod a kaját. Oké.
Az állataink köszönik szépen, jól vannak. Rea mit csinál? Kendall levél cipelése. Értem. Mit szólná hozzá, hogyha egy kicsit inkább takarítaná? Csak kérdezem teljes tisztelettel. Igen, szükség van a takarításodra. No. Jobban rá kell állni erre. Közben felgyógyult Grimes, ennek mondjuk kifejezetten örülök. Úgyhogy neki kell állni. Ennek a fagyasztónak, mert ez így nem lesz jó, gyerekek. Akárhogyan nézzük, nagyon nagy szükségem van erre a fagyasztóra. Nagyon nagy szükségem van erre a fagyasztóra, mert jelen pillanatban ez így nem jó. És akkor utána légkondinak állunk neki itt ezt. Valamelyest kifaragjuk. Tehát így kellene lenni a fagyasztónak. Csak az a baj, hogy nagy hely kell neki. Tehát ez, amit itt kijelöltem, ezt így kompletten kellene. Kompletten kellene neki. Jó, Gray, hogy állsz? Gray... 5-ös az építészete. Lettinek hányos az építészete? 2-es, te nem fogod. Ladynek. Hoppá, mellé kattintottam. 3-as, nem. Oké, végrehajtva az egyszerű étel készítése. Az egy jó hír, hogy van bőven kaja most. Jól van. Oké. Oké. Ott már van tej. Nagyon jó. Rea mit csinál? Jó, Gray már. Ó, padlót csinálja. Nagyon jó. Rea nagyon jó karakter. Mármint úgy jó, hogy nagyobb problémája nincsen. Grimes-szal pedig... Nem. Grimes-szal megcsináljuk a légkondit. Megcsináljuk a légkondit Rea a szobájába, és akkor az is rendben lesz. És utána, ha minden igaz, akkor következő nap nekiállhatunk talán ennek, mert rá fogok állítani mindenkit a... Nulla bányászat, az nem jó. Letti, hogy állsz? Egyes bányászat, nem már, Lady. Igen. Hát figyelj, Lady. Ne haragudj, a te feladatod lesz ez. Tudom, hogy nem fogsz neki örülni, de ez van. Oké, erre ahogy áll. Kezd fáradt lenni. Nem baj, gyere ide szépen. Oké. Kell, szükségem van erre. Elkészül. Nagyon jó. Eszi Grimes. Tök jó vagy. Aha, fáradt. Jó, mehetsz aludni. Sajnos erre szükség van, hogy... Küldetés. Na nézzük. Az elfogott kommunikációk azt jelzik, hogy... titkos raktár küldetés. Küldetések. Jó, tehát ezek megvannak. Ezekre nincsen szükségem. Jó, szuper gyógyszer, meg ilyesmi lehetne, de erre egyelőre nincsen szükségem. Na, de fiúk, lányok, már ennyi lett volna. Amint látjátok, megy az építkezés nagy gázzal, illetve a fejlesztés, mindenképpen meg akarom azt csinálni, hogy ez a
fagyasztó a lehető leghamarabb meglegyen, illetve az, hogy ide átkerüljön a konyha. Úgyhogy onnantól kezdve már nem lesz átjáróház, nem lesz ilyen nagy probléma, és egy kicsit talán könnyebb lesz mindenkinek a sorsa. Köszönöm, hogy velem tartottatok, ha tetszik, amit láttok, nyomjatok egy lájkot. Vagy hogyha még nem csatlakoztatok a YouTube csatornára, akkor nagy szeretettel várlak titeket, illetve ne felejtsétek el, hogy van Twitch, van TikTok, Instagram, mindenhova várom a csatlakozásatokat, gyertek, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!